3D-s betonnyomtatással készült házakkal segíthetik majd a háború utáni újrakezdést Ukrajnában. Egy cseh építőipari vállalat ajánlotta fel ezt a technológiát, amivel sokkal gyorsabban és 70%-os anyagmegtakarítással lehet újjáépíteni a lebombázott ukrán falvakat. A szakemberekből álló ukrán delegáció most ismerkedik ezzel a technológiával. Megpróbáljuk majd ezt a technológiát alkalmazni a polgári infrastruktúra kialakításánál, de iskoláknál is, vagy akár busz és villamos megállóknál, bárminél, ami veszély esetén megvédheti az embereket, mondja az építőipari cég igazgatója. A cseh vállalat már szállított Ukrajnának úgynevezett moduláris védelmi rendszert. Most arról tárgyalnak, hogyan lehet házakat, kórházakat és iskolákat újra nyomtatni az ország számára. Mégpedig úgy, hogy nem a Csehországban nyomtatott részeket szállítanák Ukrajnába, hanem a technológiát vinnék oda. A technológiát az előre elkészített alapra hozzuk, ahol a 3D-s nyomtató betonból nyomtat, és a digitális 3D-s modell valósággá válik, mondja az innovációs mérnök. Az Ice Coral program több hálószobás, napelemes, központi fűtéses házakat képes nyomtatni. Az építőrobot különlegessége, hogy csak néhány emberre van szükség az üzemeltetéshez. A szándék és a megegyezés tehát megvan, így minden bizonnyal hamarosan megépülhet az első ház Ukrajnában 3D-s betonnyomtatott technológiával.